Nos srácok, sziasztok! Elérhető a FIFA 19-ben a Team of the Year csapat. Itt láthatjátok előttem. Hát a Team of the Year, ugye az évcsapata, az minden évben brutális játékosokkal tűzdelt egy team. Ez idén sincsen másképp. Azt kell, hogy mondjam, hogy közülük bárkit kinyitnék szívesen. Tehát nem kell nekem Ronaldo, elég nekem egy De Gea is. Nagyon picik az igényeim, abszolút. Viszont azt tudni kell sajnos, hogy nagyon kicsire az esély, hogy Team of the Year játékos nyitok. Tehát konkrétan 100 000-es csomagokból is kisebb, mint 1% az esélyünk arra, hogy Team of the Year kártyát kapjunk. Nos, nekem van 25 darab csomagom, összesen olyan 700 000 zseton értékbe. Ezekből, hogyha nem is Team of the Year-t, de valami jó kártyát, valami 87 pluszosat szeretnék látni. Szóval kezdjük is el a csomagoknak a kinyitogatását. 15 000 zsetonos csomag, semmit nem várok tőlük, walkout nincs is. Videót borddal se sikerül kezdenünk, Zapata. Kevés. Következő. Még board még mindig nincs. Casillas, most se járta meg a flashback kártyáját. Eléggé jónak tűnik. Utolsó Jumbo Premium Gold Pack. Nézzük ezeket a csomagokat, mivel sikerül lezárnunk. Boardot nem kapunk. Mario Gasper. La Liga Premium Players Pack. 12 játékos, 3 ritka, a La Ligából ugye van Team of the Year, viszont walkoutot se kapunk, nem hogy Team of the Year-t. Ki vagy te, Carlos Soler, életemben nem hallottam róla. Hát ez a pack, ez fos. Nézzük meg, sima La Liga Premium Gold Pack, ebből ugye nem garantáltak a játékosok mindössze a La Liga itemek. Boardot itt se kapunk. Most már azért rulli lesz az. Egy board legalább jöhetne ebben a pack openingbe, mert ez így kevés. Na, Premier League Premium Gold Pack. De Gea, Van Dijk, bármelyik jó lenne. De board sincs, Milner. Na nézzük, ugye ezt a csomagot csak játékosokkal. Nincs walkout. Mikor kapok már legalább boardot? De Francon, Ander Herrera. 82-es kártyája. Közben srácok, találtam itt egy FIFA 18-as, azt hiszem Team of the Season Ronaldo kártyát, ugye itt még Real Madridos volt. Ennek ellenére most remélem, hogy ez a kártya szerencsét fog hozni nekem. Premium Gold Players Pack. 3 ritka játékos van benne. Áj, nem walkout az első. Ronaldo. Legalább inform. Argentin. Striker. Funes Mori. Nem baj, informal kezdünk. Nem egy rossz dolog, srácok. Nézzük, mennyit ér a csákesz. Quixellár. Mögötte egy Honász. Őt már inkább el lehet adni. 4000 zseton. Nézzük meg a következő ilyen csomagot. Ronaldo papával. Ronaldo, szeretnék. Hát Ronaldót szeretnék látni, de másról is beérem. Csak legalább bort lett volna. Utolsó Premium Gold Players Pack. Shakira nem jár mellé. Premium Electrum Players Pack. Most ezt simán nézzük meg. Nincs walkoutunk. Boardunk sincs. Weiser. Prime Electrum Players Pack, 6 ritka kártya van benne. Na, board legalább van. Német, kapus, inkább el is nyomom. Elnyomom, Baumann. Nos, a következő csomagok a terítéken a Prime Gold Players Pack-ek. 12 játékos, mind a 12 arany, és ezek közül 6 ritka. Ennek ellenére nem tudunk egy 82-nél jobb játékost nyitni, mert EA Sports. Zseniális. Mögötte semmi nem lesz, még egy 82-es lófüty. Na, hát ha. Ronaldo, nem is nézem. Úgyse lesz semmi. Nézzük.
Bort se. Matthew az utolsó Prime Gold Player Spec, és már csak 9 csomagunk maradt, az a helyzet. Ami nagyon kevés. Bort, spanyol, striker, Aduriz lesz. A jó öreg Aduriz. Ez a csáv amúgy brutális. Mennyi idős már? 81-es. 38 éves lesz mindjárt, egy hónap múlva. És 83-as kártyája van, és egy csatárról beszélünk, és brutál. Jumbo Premium Gold Player Spec, 24 arany kártya, ebből 7 ritka, Ronaldo. Tényleg szeretnék már jó kártyát nyitni. És ennél a csomagnál minden kritérium adott hozzá, hogy valami jó újjon le. Na, walkoutunk van, megint nyitunk egy hamsikot. Legalább egy 87-es kártya, 30 ezer zseton körül lehet az értéke, de legalább már van walkoutunk, és emellett két 83-as kártya is tanyázik ebbe a csomagban. Így van, egy 33 ezer zsetonért lazába el tudjuk passzolni. Na srácok, el is érkeztünk az utolsó 8 darab csomaghoz, mint a 8 darab 35 ezeres csomag, tehát megapack, 30 arany item, 18 ritka, 8 megapackből csak nyitunk valamit. Legalább már volt walkoutunk, de szeretnék még jó kártyákat nyitni, nem csak ezzel a hamsikkal beérni. Bordunk van, portugál, kapus, Rui Patricio talán? Rui Patricio. 83-as kártya, SBC-kben legalább tudom használni. Ronny, nézzük meg, hogyha fejeddel nyitom. Van-e valami változás? Na. Hát walkoutunk nincs. Elbújok. Bordunk sincs. Ez rémgyenge. Ez rémgyenge. Mi ez a 35 ezeres csomag egy 78-as kártyával? Nem baj, öngyújtó pack. 5 csomag van hátra. Miért csinálod ezt velem, EA? 82-es kártya. Semmi. Nyissuk ezt a megapacket, hát ha ebben már lesz valami. Be is csukom a szememet, inkább nem nézem. Nagyon valószínű, hogy még boardunk se lesz, nem hogy walkout, nem hogy team of the year. Pontosan, Marc Bartra. 35 ezer zsetonos csomagból nyitunk egy 1800 zsetonos kártyát. 4 packünk maradt. Nincs walkout. Még is vártam. Bord legalább van. Na, Mario Mandzukic 84-es kártyája. Talán egy 5-6 ezer zsetonba még el is tudom passzolni. Ja nem, mert éppen untradeable. Akkor tökéletes lesz SBC-kbe. Utolsó 3 csomag. Utolsó 3. Walkout nincs benne. Bord sincs benne. Volt lesz. Én nem tudom, valahogy azt vettem észre, amikor így a EA-nél ilyen óriási eventek vannak, mint például Team of the Year, Team of the Season, akkor minél többen nyitnak csomagokat, annál kevesebb jó kártyát dob be. Mert frankon olvasgatom a fórumokat is, és mindenki írja azt, hogy szart se nyitott, elköltöttek millió zsetont, és jött belőle Matuidi, meg ilyenek. Tehát, ki van ezt találva? Na, 2 player spec-et kaptunk ebből, és ebből jönne valami. Be is fosnék rendesen. De nem, bort se jön, inkább el is nyomom. Nem akarom látni. Hagyjál békén. Hagyjál, Toko Ekambiddal. Na, utolsó 2 megapackünk. Hát ha, remény hal meg utoljára, hát... utolsó csomagba. Legalább egy board jön. Tényleg ez vicc, srácok. Nem is nézem. Tudjátok mit? Nem nézem. Úgy is csalódok, amikor ezt a kártyát elveszem az arcom elől. El is nyomjuk. Nézzük. Duplicate be valami. Vagy tényleg 81-es kártya a legjobb megint. 81-es kártya a legjobb.
Hát srácok, nagyon sajnálom, én frankon gyűjtöttem a csomagokat a Team of the Year-re, direkt meg is vártam azt a napot, amikor már minden egyes kártyát lehet nyitni, tehát a támadókat, a védőket, a középpályásokat, meg a kapust is, de semmi. Egy hámsikot nyitottunk, és ennyi igazából. 700.000 zseton értékű csomagokból. Ennek ellenére köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, hogyha tetszett, akkor a like gombot ne felejtsd el megnyomni, és hát kellemesebb hétvégét kívánok nektek, mint nekem. Nyitogassatok, hát ha nektek jön majd valami. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, én Dazis voltam, ti jók legyetek, csecse!